Már is folytatjuk a műsort, vendégem tehát a stúdióban G. Fodor Gábor, a századvég elnöke. Szerbusz Gábor, örülök, szervusz, hogy itt vagy. Hamarosan belevetjük magunkat egyrészt az Orbán szabályba, másrészt a belpolitikai ügyekbe, de muszáj rákérdeznem valamire. Hajdanán, még a kétpólusú világban és a hidegháború idején az volt a felosztás, hogy a szovjet blokk az egyöntetűen Izrael ellenes volt, és az arab világ barátságát kereste, és az arab világgal volt jóban. Leginkább azért volt a jellemző, hogy a szovjet blokk országai nem is tartottak fenn diplomáciai kapcsolatot Izraellel. És volt a nyugat, amelyik ugye Izrael barát politikát folytatott, és az arabokkal szembeni politikát. Ez volt nagyjából leegyszerűsítve a felosztás. A kétpólusú világ megszűnt, a szovjet blokk megszűnt. Hosszú éveken, vagy mondhatjuk évtizedeken keresztül az egykori szovjet blokk baloldali liberális értelmisége, főleg most a baloldaliakról beszélve, akik mondjuk a Kádár rendszer alatt, hogy beszéljünk Magyarországról, tökéletesen kiszolgálták ezt a fajta szovjet igényt, egyébként maguk zsidóként is mélységesen Izrael ellenesek voltak. Karinthy Ferenc a Naplójában gyönyörű bejegyzést ír a pesti zsidó újságírókról, akik úgy gyalázzák Izraelt, mintha külön pénzt kapnának érte, miközben mindnek van rokona Tel Avivban, írja a 70-es években Cini. Szóval ez a baloldali újságíró, meg ilyen fél értelmiségi réteg a rendszerváltást követően hétfőről kedre vált engesztelhetetlen Izrael baráttá és engesztelhetetlen palesztin meg arab ellenessé. És ez így volt egészen az legeslegutóbbi időkig. Most mit látunk? Kitört az új izraeli-palesztin ellentét, a sokadik intifáda, tehát senkit ne lepjen meg, 14-ben is volt ilyen, 12-ben is volt ilyen, 92-ben is volt ilyen, és ugyanez volt a forgatókönyve. A nyugat, és benne most már immár a volt szovjet blokk is, mindig elítélte a palesztinokat, a Hamaszt és Izraelt támogatta. Sőt, volt egy jelszó Magyarországon. Így szólt, az új antiszemitizmus az egyenlő az Izrael ellenesség. Most viszont a teljes nyugati értelmiség varázsütésre szembefordult Izraellel és átállt az arabok oldalára. Na, akkor ennek mi az oka? Vissza a gyökerekhez? Két megfejtési kísérletem van. Itt a baloldal magatartása, gondolkodásmódja az érdekes. Én ezt üresnek látom. Nekem a baloldalról, te is említettél irodalmi példákat, mindig Lukács György jut eszembe, a bolsevizmus erkölcsi problémája. Lehet-e az igazságig keresztül hazudni magunkat? Persze, hogy lehet, sőt, kell is. Tehát igazából bármit képesek egyik napról a másikra képviselni, hogyha ez szolgálja az érdeküket. Nincsen morális dilemmája igazából a baloldalnak. A másik pedig egy konkrét válasz erre a helyzetre, hogy mi a baj ma Izraellel. Az a baj, hogy jobboldali a vezetése, nemzeti gondolatot erőlteti, a nemzeti patrióta értékvilágban hisz, ez pedig ellentétes mindazzal, amit ma a baloldal Európában akar. Ennyire egyszerű. És akkor könnyen lehet antiszemitának lenni, könnyen lehet egyébként bankárpártinak lenni, könnyen lehet támogatni olyan mozgalmakat, amelyek egyébként ellentétesek például a baloldal klasszikus szavazó polgárainak vagy szavazó bázisának az érdekeivel, lehet Soros támogatni, tehát bármit lehet. Ennyire egyszerű szerintem a megfejtés. Igen, azt hiszem, hogy a kulcsmondatod az volt, hogy nincsenek erkölcsi dilemmáik. Szerintem nincsenek. Szomorú, de így van. Jó. No, akkor zuhanjunk rá. Először nézzük a mostani belpolitikai aktualitásokat, illetve ezen belül is talán a egyik legfontosabbat. Zajlik ez az összellenzéki miniszterelnök jelölt casting. Nagyon markáns vélemények fogalmazódnak meg az ügyben például, hogy ez az egész egy ilyen színjáték. Már réges-régen el van döntve előre, hogy Karácsony Gergely lesz a közös miniszterelnök jelölt, amire én hajlamos vagyok rábólintani. Ugyanakkor én látok arra is jeleket, mint hogyha Gyurcsány mégiscsak úgy döntött volna, hogy
Karácsony helyett a feleségét próbálja meg keresztül erőltetni ezen a bulin. Na te hogy látod? Szerintem is van egy előre megírt forgatókönyv. Én sokáig futottam hosszú távot, és ha valaki a maratoni futás közvetítéseit nézi, és látja, hogy vannak ott nyulak. És ha elkezdi komolyan elemezni a nyulakat, hogy ők az esélyesek, meg milyen jó a mozgásuk, akkor eltéveszti ennek a sportágnak az értelmét, mert a nyul ki fog állni. Én azt gondolom egyébként, hogy itt vannak nyulak a baloldali előválasztásban, az az értelmük, hogy hergeljék a saját választóközösségüket, próbálják mobilizálni a választókat. Ennek tartom Jakab Pétert, aki egyébként bohóckodik, és olyan mondatokat enged meg magának, amiket korábban nem hallhattunk a magyar parlamentáris demokráciában. Egyébként Gyurcsány feleségét is bizonyos értelemben ilyennek tartom, és én is azt gondolom, gondoltam, hogy a befutó megvan, Karácsony Gergelynek hívják, aki azért, és ezért lehet a igazi a kérdésed, hogy nézzük meg, hogy mi történt egy hét alatt, mióta bejelentette az indulását. Nem nagy kiugrásról beszélünk, hanem szerintem vesszőfutásról. Ez az egy hét magyarázkodással telt. Nekem, ha lehet sporthasonlatot hozni, nem tudom, emlékeznek-e a nézők, volt egy nagyon érdekes úszó technikával rendelkező úszó a 2000-es olimpián. Erik az angolna, aki majdnem belefulladt a vízbe, de mégis tovább jutott a saját selejtező futamából, mert a másik két vetítés a rossz rajtot vett, és azokat diszkvalifikálták. Nekem ez jut eszembe Karácsony Gergelyről, hogy szerencsétlenkedik, magyarázkodik, egyik magyarázkodási kényszerből a másikba keveredik, és lehet, hogy formálódik az új forgatókönyv, hogy hát ha valaki ennyire szerencsétlen, akkor lehet, hogy másik laphoz kellene nyúlni, mert szerintem az a kulcsmondat, hogy Gyurcsánynak mindegy. A főszereplő az Gyurcsány, az összes többi mellékszereplő, és meglátjuk, hogy melyik kártya szolgálja majd Gyurcsány érdekeit. Egy utolsó kérdés még e témakörben. Múlt héten állt elő a Medián a maga közölménykutatásával. Ők azt mérték, hogy kismértékben a Fidesz előzi az össz ellenzéki listát 1-2%-kal. E héten, pénteken, most, hogy az adást rögzítjük, most állt elő a Závec Research a maga kutatásával. Ők, hát leginkább azt írják, hogy fej-fej mellett, mert 1%-os összellenzéki előnyt mutattak ki már, mint ami a két listára adott szavazatokat jelenti, de tudjuk, hogy ez az egy ez nincs. Hát ez a fej-fej melletti. Na most, idestom a másfél éve egy világjárvány okozta igen súlyos gazdasági recesszió, visszaesés, otthonülés, rossz kedv, búbánat és nyavaja. Ha a két fontos közvéleménykutató gyakorlatilag az egyik 1%-os Fidesz előnyt mér, a másik 1%-os ellenzéki előnyt mér, akkor azt kell mondjuk, hogy fej-fej mellett van a két nagy tábor. Ebből viszont én, a laikus, azt a következtetést szűröm le, hogy másfél ilyen év után, ha realitás lenne a kormányváltás, akkor mondjuk 15%-kal kéne vezetni az ellenzéknek mindenhol. Félreértem én a dolgokat, vagy nincs okuk oda át a túl nagy örömre? Hát nézzük meg visszafelől nézve, meg előrefelé tekintve a helyzetet. Ha visszafelé forgatjuk a naptárunkat, egyetértek azzal a helyzet elemzéssel, hogy hát a Fidesz fogja legyőzni a koronavírust. Ő állítja helyre a normális emberi élet feltételeit, a hétköznapok biztonságát. Látjuk, ez történik, mi elérjük az 5 millió beoltottat, fokozatosan visszakapjuk a régi életünket és a szabadságunkat. Ez a Fidesz érdeme. Az ellenzék, ahol tudta, akadályozta ezt a folyamatot, Magyarország megbüntetésére szólított fel nemzetközi fórumokon, és hát mindenki követte a híreket, hogy milyen aljasságokra vetemedett. Ebből a helyzetből az következne, hogy a Fidesz legyőzi a vírust, a helyzetet, és tudja kezelni a válságszituációt is, tehát ő van lépéselőnyben. Amiért én bizonyos értelemben borulátó vagyok, ha a naptárt előrefelé forgatjuk. Ugyanis én azt gondolom, hogy a baloldal most egy kiélezett küzdelemre készül, és nincs egyedül. Ha csak néhány napot megyünk vissza, láthattuk, hogy Karácsony Gergely úgy nem jelentette be az indulását, hogy egy angol bankárlapban tette ezt meg. A Deutsche Welle ide költöztetett egy szerkesztőséget. Én azt gondolom, hogy nemzetközi érdekkörök mozdulnak meg annak érdekében,
hogy kiélezetté tegyék a választási küzdelmet. Nekem ebben az esetben az a kérdésem, mert legitim lehet egy nemzetközi beavatkozás, de mit kérnek cserébe? Még a másik oldalon ott vannak a nemzeti erők, akiknek a felhatalmazását a választók adják, ők meg azt mondják, hogy mi adunk nektek egy mandátumot, folytassátok, ahogy eddig tettétek, csináljátok ezt a politikát. És azt gondolom, hogy 2022 a közvéleménykutatásoktól függetlenül, hogy most 11 hónappal a vége előtt hogy állunk, ezért lesz kiélezett, mert egy nemzetközi érdekkörök által támogatott baloldal fog megütközni egy nemzeti jobboldallal. És minden pénzt, minden eszközt, minden erőforrást fel fognak használni annak érdekében, hogy szakítsanak a precedenssel Orbán Viktorral és kormányával. Akkor nagyon jó végszót adtál a következő kérdéskörhöz. Ez pedig nem más, mint amivel a legújabb könyvedben is foglalkozol. Ez a bizonyos Orbán szabály. Induljunk el a KH-tól. Persze. A kérdésem, az én részemről a kérdés az ugye valóban nem valós kérdés, lévén olvastam a kötetet. A nézőkhöz szól inkább, vagy a nézőkhöz fogsz beszélni inkább. Van Orbán szabály, vagy Orbán szabályok vannak, vagy Orbán jelenség van-e, és egyedül van-e ebben az egész történetben a magyar miniszterelnök, vagy kezd mégiscsak kibontakozni valamiféle közép-európai, meg egyféle nyugatról is néhány olyan politikai arc él, ami megágyazhat egy jövőbeni másfajta európai együttműködésnek, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy elhagyjuk az EU-t, hanem az EU-n belül mégiscsak szövetségre tudnak lépni olyanok, akik számára mindaz, amit ma Brüsszel képvisel, az egyre nehezebben elviselhető és elfogadható. Na, most föltettem 8 kérdést, parancsolj! Tehát kell egy bravúr, hogy megválaszoljam, mint ahogy az is irodalmi bravúr lenne, hogyha Orbán Viktor kimaradt volna abból a könyvből, amely az elmúlt 10 év történetét próbálja elmesélni. Én ezt egy Orbán korszaknak tartom, függetlenül attól, hogy mi fog történni 2022-ben, és mások is ennek tartják. Az ellenfelei is ennek tartják, és megítélésem szerint Nyugat-Európa is annak tartja, mert azt mondtam az előbb, hogy szakítani Orbánnal, mint precedenssel. Mert egy felháborító dolog történt az elmúlt 10 évben Magyarországon, ha a nyugat felől nézünk erre a területre, hát egész egyszerűen a provincia megszűnt provinciának lenne. Sőt, megleckésztette a birodalmat. Hazaküldte az IMF-et, csökkentette a rezsit, bankadót vetett ki, másként gondolkodott a migráció kérdésbe, de a pandémia kérdésébe is, és hogy a sokadik rejtett kérdésedre is válaszoljak, hát Orbán tulajdonképpen szövetségi politikát is épített ezzel az unortodox mozgásával vagy politikájával. Itt vannak a V4-ek, aminek az a jelentősége, hogy szerintem az elmúlt 10 évben a közép-európai együttműködés helyi értéke is megváltozott. Korábban az volt a felállás, hogy de jó, hogy Nyugat-Európához csatlakozhatunk. Mondjátok meg nyugodtan, hogy mit tegyünk. Javol országok voltunk, felhívtak minket, és azt tettük, amit mondtak nekünk. Ez megváltozott. Közép-Európának saját javaslata van arra, hogy merre menjen Európa. Ez egy radikálisan új helyzet. És kezdenek csatlakozni ezekhez az országokhoz olyan szereplők, akik egyetértenek egy olyan politikában, ami a nemzeti érdekérvényesítés szükségességét hangsúlyozza. Itt van Salvini, de a lengyelek révén bekapcsolhatók a balti államok, vagy akár a saját politikánk segítségével itt a Balkánon is lehet keresni valója ennek az együttműködésnek. És ez egy veszedelmes és fenyegető együttműködés jelent a birodalomra nézve. Úgyhogy innét nézve megint csak érthető, hogy 2022 egy nagyon kiélezett küzdelem lesz. Beszélgetésünk elején ugye te mondtad ki ezt a varázsmondatot, amivel mélységesen egyetértek, hogy a baloldalnak soha nincsenek erkölcsi skrupulusai, és bármit képvisel. Homlok egyenest ellentétét annak, amit képviselt 5 perccel azelőtt. Ha most visszaemlékszünk ennek a 10 évnek a legelejére, 10-be első 2/3 felhatalmazás, a gazdaságpolitika egyik sarkköve az volt, amit Orbán bejelentett, hogy a bankokat és a nagy multicégeket meg fogja adóztatni, mert ez erre eddig nem került sor. Akkor azt hallgattuk a baloldal és a liberális ellenzéktől, hogy ez az őrület maga, összeomlik a bankrendszer, a multik ki fognak vonulni, hogy lehet ilyet csinálni, egy ilyen kis ország ezt hogy engedheti meg magának. Ez volt akkor. Most Joe Biden ide röffen
az óceán túloldaláról, hogy ő kitalálta, hogy egységes adót kell az egész nyugati világban alkalmazni, multikra meg mindenkire, most ennek tapsikol ugyanaz a baloldal, amelyik Orbánt keresztül akarta feszíteni, hogy egyáltalán megmeri adóztatni a multikat meg a bankokat. Nem akarok. Azt kérdezed, hogy mi van itt? Nem, azt nagyjából sejtem, ezt már megválaszoltuk az elején, de egy kicsit Amerikát hozzuk be ebbe a képbe. Az Egyesült Államok is be fog szállni a jövő évi választásokba, illetve a kampányba? Mindig az a kérdés, hogy most hol áll Orbán a nemzetközi politikában. Azt mondtuk, hogy épít egy szövetséget, és erre jó esélye van, de az a kérdés, hogy mi a viszonya a nagy szereplőkhöz. A saját felfogása szerint egy olyan egyébként érdekvezérelt külpolitikát folytat, hogy minden nagy játékos abban legyen érdekelt, hogy Magyarország sikeres legyen. Ez általában a gazdasági együttműködések területén működik is. Amikor pedig a politikai együttműködésről van szó, és azt kérdezted, hogy Amerika be fog-e szállni, akkor azt kérdezem, hogy melyik Amerika? Mert szerintem a demokraták Amerikája, Biden Amerikája, Soros Amerikája minden bizonnyal be fog szállni. Megpróbál majd érdeket érvényesíteni, és láttunk már erre példát 2014-ben, amikor műveleti területté változtatták, vagy akarták változtatni Magyarországot. De szerintem van egy másik Amerika is. Ha nevet kell adni, akkor Trump Amerikája, vagy a józanész Amerikája, amely szerintem még mindig mérséklő erővel hathat, meg kifejtheti az ellenvéleményét azzal kapcsolatban, hogy lehet-e ilyet tenni egy másik szuverén országgal kapcsolatban. De kétségünk ne legyen, hogy minden erő meg fog mozdulni. Ha már az erők megmozdulásánál tartunk, nem nehéz észrevenni, hogy ez az egyesült bal, meg szélső baloldal itt Magyarországon, az egyik, hanem a legfontosabb kampány eleme, amit most már hónapok óta hangoztat, hanem évek óta, és nyilván, ahogy közelednek a választások, egyre inkább fogja hangoztatni, ez a leszámolás. Megyünk mindannyian a börtönbe. Mindenkinek el lesz véve a vagyona, mármint ugye, akikről ők azt gondolják, el leszünk tiltva a foglalkozásunktól, ezek a legfontosabb elemek. Nem is igazából azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire kell ezt komolyan venni, mert megítélésem szerint történelmi példák igazolják, hogy az ilyesmit mindig komolyan kell venni, mert mindig akadnak Lenin fiúk, és mindig akad csőcselék, aki ezt szereti készpénznek venni, zárójel bezárva, és aki pedig ezzel a tűzzel játszik, az egy utolsó aljas becstelen gazember. Nagy zárójel is bezárva. De van-e realitása mindennek? Hát én azt gondolom, hogy mondjuk a Horn típusú baloldal politikájának a gyúanyaga az az irítség volt. Azt mondták, hogy a rendszerváltás veszteseit bekonszolidálják a rendszerbe, és hogy elég irigykedniük a sikeresekre. És én azt látom, hogy ma az irítség nem elég, hanem egy másik húrt kezdtek el pengetni, ez pedig az indulat, a düh, az erőszak. Én azt tanultam meg a politikából, hogy aki kinyit egy ajtót, azt tudnia kell be is zárnia. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy be akarják zárni ezt az ajtót. Tehát amit hallunk az ellenzéki, baloldali politikusok részéről, szerintem ez ilyet korábban nem hallhattunk, legalábbis az elmúlt 30 évben. És elég egy szikra. Én azt gondolom egyébként, hogy akár egy olyan őszre is felkészülhetünk, hogy provokáció lesz. Egész biztos, hogy ahogy sokatszor is mondom, minden erőt meg akarnak mozdítani, nekik az az érdekük, hogy az összes Orbán rendszerrel, Orbán korszakkal szembeni indulat felhalmozódjon, mert szorossá akarják tenni a versenyt. Ezt ebben a világban, ebben a médiatérben racionális érvekkel már nem lehet elérni. A szakértői duma ehhez kevés. Új elemet kerestek, már nem is a bankár a főjelöltjük, nem egy Medgyessy Péter vagy Bajnai, hanem egy bölcsész, ugye Karácsony Gergely, de még több kell az indulat, a düh, az erőszakra buzdítás. És ebben úgy látom, hogy átlépték a vonalat, tehát a Fekete Győrtől elkezdve a Gyurcsányig, Jakabon keresztül, igen, olyan húrokat pengetnek, amelyek a felelős politika világán kívül esnek. És ezekkel a szavakkal szerintem egyszer el kell számolni. És hát akkor zárszóként annyit hadd jegyezzek meg, amit már sokan megjegyeztek előttem, hogy lehet ezzel szórakozni, de 2,5-3 millió kormánypárti szavazóval nehezebb lesz. És nem vagyok benne biztos,
hogy egy adott pillanatban és egy adott provokációs környezetben ezek az emberek nem fognak úgy dönteni, hogy most akkor elég volt, és szintén utcára mennek, és akkor attól a jó Isten mentsen meg mindannyiunkat. Gábor, szeretném átnyújtani neked, mert minden vendégünk kap egy karikatúrát saját magáról, parancsolj, Fósa Karcsi kollégánk készíti. Köszönöm szépen. Megmutassam a kamerának? Nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm. Jól sikerült szerint. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Viszontlátásra.